Jelentős könnyítés jelentett a családoknak, hogy a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknál csak bejelentési kötelezettsége volt az építtetőknek. Az új törvényjavaslat értelmében azonban az építési hatóság nem csak formai, hanem tartalmi szempontból is véleményezné a terveket. Ezzel a módosítással egyetért a szakmai kamara. Eddig a tervezőknek ugyan az elkészült anyagot fel kellett tölteni egy internetes platformra, ahol véleményezte a kormányhivatal, hogy megvan-e minden, de nem szakmailag és nem tartalmilag, hanem darabszámra, tehát mondjuk az én praxisomban 30 körüli mellékletet azért sikerül előállítani egy családi ház esetében is, de ha darabra megvan minden, nem mondják azt, hogy valami szakmailag nem jó benne. Ez mindenképpen változik, és az eddigi eljárást, remélem jól idézem, tudomásul vételi eljárás nevet fog kapni július 1-től. Ez azt jelenti, hogy szakmailag is felül fogják vizsgálni a benyújtott anyagokat. Tehát ettől kezdve, akinek most a mai állapot megfelel és rohamléptekkel akar építkezni, akkor húzzon bele, ezt tudom mondani, mert hogy egy kicsit nehezebb, viszont szakmailag azt gondolom igényesebb vagy biztonságosabb irányba halad majd ennek a típusú dolognak a mechanizmusa. Ez azt jelenti, hogy szigorúbban vizsgálnak például azt, hogy mennyire illik az utcaképbe a tervezett ingatlan homlokzata, vagy milyen stílusú épületet lehet egy adott városrészbe építeni. Vég József azt mondta, aggályosnak tartják viszont azt, hogy kevés időt hagyott az illetékes minisztérium a szakmai szervezetek véleményalkotására. Most köröztetett anyag, az egy 69 oldalas, az alapvetéseket olvasmányos formában tartalmazó anyag, ami valóban jobb, mint egy paragrafusokból, meg alpontokból álló töménytelen sok mindent olvasni, az nagyon hálátlan dolog ilyesféléket tömegével. Tehát ez a 69 oldalas anyag, ez egy olvasmányos valami. Ettől függetlenül a konkrét szövegezés majd a törvénybe fog megtörténni. Nyilván annak is eljön az ideje, amikor ez is valamilyen szintig még közkincsé lesz téve, de aztán még a törvények mögött is úgynevezett végrehajtási rendeletek szoktak lenni, amik tovább pontosítanak olyan dolgokat, amit már a törvénybe se fér bele, vagy ami a sorok közt van, vagy nem tudom hol, és ezt erőteljesen hiányoltuk, hogy a végrehajtási rendeletekre és azoknak a véleményezésére egyrészt, hogy nincsenek, az is baj, de az, hogy ezekre végképp nem lesz idő, hogy ezeket még véleményeztesse a kormány, ez szinte biztos. A tervek szerint az új jogszabály 2023. július 1-től lépne életbe. A kamarai elnök abban bízik, hogy eltolják az életbelépést, így több időt hagynak a konzultációra.